2024-et írunk, és még mai napig is az emberiség sajnos nagyon kevés százaléka az, aki tudja, hogy a jövő a kriptopénz, a jövő a bitcoin. Sajnos az emberek még mai napig is nagyon félnek a bitcointól, a digitális aranytól. Egyszerűen nem mernek belépni, nem mernek befektetni és a jövőjüket lebiztosítani. Inkább bíznak az úgynevezett fiat pénzbe, mint például euró, dollár és a forint. Pedig azoknak egyáltalán nincs semmilyen fajta értéke. Miért? Mert annyit nyomtatnak, amennyit csak nem bírnak. Ha te otthon elkezded nyomtatni a forintot vagy az eurót, biztos, hogy börtönbe kerülni. Az állam kényelmesen, a nemzeti bankok kényelmesen tudják nyomtatni, és senki nem bünteti meg őket. Úgyhogy ameddig a pénzt nyomtatják, addig mindig is föl fog menni az infláció, mindig is veszíteni fogjuk a pénznek, az úgynevezett fiat pénznek az értékét. Ha téged érdekel, hogy megszabadulj ettől a világtól, hogy ne lopják meg az értéket, amiért megdolgozol, akkor érdemes, még mindig nem késő, érdemes bitcoinba gondolni. Ha érdekel egy lehetőség, ahol kevés pénze, méghozzá 100 dolláros csomaggal, és 3 év várakozás, mivel kell dolgozzon a rendszer, kapsz 30 ezer dollárt bitcoinba, akkor jelentkezz egy kötelezettségmentes konzultációra. Igazából meghívlak egy ingyenes, kötelezettségmentes prezentációra, ahol meg tudod hallgatni, hogy miről beszélek itt, kérdezni tudsz, és el tudod dönteni, hogy érdekel egy lehetőség, még egyszer kevés pénzzel elérni a pénzügyi szabadságodat. És végre te is elindulj egy olyan úton, ahol az érték biztosítva van, megmarad az értéke a digitális aranynak, méghozzá a bitcoinnak. Hidd el, kövesd a pénzek a történelmét, kövesd a pénzt, és te is meg fogod tudni, hogy ahol állandóan veszítesz, az nem más, mint a fiat pénz, méghozzá az euró, dollár, forint és a barátjai.